Fejlesztés. Felújítják a Petőfi köz parkolóhelyeit. Hazajáró. Közönségtalálkozót tartottak. Emléknap. Rendhagyó történelemóra a múzeumban. Ez az a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Kátakács Bernadett vagyok. 2024. február 23-a péntek van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Felújítják a Petőfi köz parkolóhelyeit, illetve újakat létesítenek. A beruházás a Kovács Károly városépítő program részeként az arányos városfejlesztés jegyében valósul meg. A bővítés a személygépkocsik növekvő száma miatt vált szükségessé. A Petőfi közben eddig 6 autó számára volt kijelölt parkolóhely, ám ezek már rossz állapotban voltak. A felújításon túl 4 további beállót is kialakítanak. Zalaegerszegen 26 ezer háztartás van, és 26 ezer háztartásra közel 36 ezer gépjármű jut. Éppen ezért a parkolás nagyon fontos és fókuszban lévő téma, pláne úgy, hogy maga a belváros szegzet az adott, tehát nagy csodát itt nem lehet tenni, abból kell kiindulnunk, ami adott. Jelen esetben 6 parkolóhely felújítása történik, amit plusz 2 parkolóhelyel bővítünk, aszfaltozunk, és még 2 gyeprácsos parkolóhelyet fogunk kialakítani. A városban lévő gépkocsik száma évről évre 5%-kal nő. Ennek okán a Kovács Károly városépítő program keretében eddig közel 30 helyszínen építettek parkolókat. A tervek szerint az ilyen irányú fejlesztés folytatódik. Jelen projekt keretében a korábban meglévő rossz állapotú parkoló felújításra kerül, illetve bővítésre. Aszfaltburkolattal lesz ellátva, a csapadékvízelvezetés érdekében új csapadékcsatorna épül víznyelővel, illetve a lakók igényének kielégítése érdekében a társasház északi oldalán gyeprácsos burkolatú, 2 férőhelyes parkoló is épül. A munkálatok 2 héten belül befejeződnek. A parkolóhelyek fizetős övezetben vannak, így azokat bárki használhatja. A környéken lakók kedvezményes bérletet igényelhetnek. Közönségtalálkozót tartottak a Hazajáró című turisztikai honismereti magazinműsor készítői a Koronaszalonban. Az alkotók immár 4. alkalommal jártak Zalaegerszegen. Az eddigiekhez hasonlóan ezúttal is teltház fogadta őket. A Prima Primissima és Magyar Örökség díjas műsort immár 13 éve sugározzák a Duna TV-n. A főszereplők, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, hétről hétre bebarangolják a Kárpát-medence tájait, miközben bemutatják az egykori Nagy Magyarország természeti és kulturális értékeit, illetve a külhoni magyar közösségek mindennapjait. Sikerük titkát abban látják, hogy hiánypótló sorozatot készítenek. Egy vákumot töltött be a műsor annak idején, amikor elindult, hisz nem volt olyan turisztikai, eleve nem voltak turisztikai magazinok, honismereti magazinok, olyan meg pláne, ami a határon túli területeket dolgozza fel. Úgyhogy tényleg nem láttunk előtte, meg a közben se, azóta se olyan műsort, ami mondjuk a Kárpátok bérceit járja be, vagy a határon túli magyar közösségeket ilyen szemüveggel mutatja be, hogy mi. Az esten a műsor indulásáról, illetve a forgatások közben szerzett élményekről egyaránt szó esett. Ez a munkánk, de nem úgy tekintünk rá, mint munkára, inkább mint küldetés, így szoktunk fogalmazni. Hát rengeteg helyen jártunk, rengeteg jó magyar emberrel találkoztunk, és hát egyébként is mi civilben is nagyon szeretünk túrázni és meglátogatni helyeket, de azért nyilván, hogyha kvázi nem ez a munkánk, akkor nem lett volna erre lehetőség ennyi helyet bejárni. Az alkotókat a Prózalaegerszeg Kulturális Egyesület hívta meg az eddigi sikeres közönségtalálkozók folytatásaként. Böjte Sándor Zsolt, az egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, erdélyi származása miatt különösen közel áll hozzá mindaz, amit a Hazajáró képvisel. 2015-ben már meghívtuk őket, nagy sikerrel jött, voltak itt, és nagyon sikeres rendezvényen voltunk túl, 2017-ben szintén. Majd újra terveztük, hogy meghívjuk őket, hiszen tényleg nagyon nagy örömmel jöttek, és nagyon-nagyon sokan voltak itt. Sajnos jött a Covid. A pandémia után most értek vissza a városba, ahol számos rajongójuk van, köztük Balait Zoltán polgármester. Olyan szellemiséget sugároz ez a sorozat, olyan értékeket jelenít meg, olyan hagyományokat idéz fel mindannyiunk számára, amely fontos az ember életében. És miután nekünk is számos határon túli kapcsolatunk van a magyar területekkel,
Felvidékkel, Erdéllyel, Kárpátaljával, Délvidékkel, vagy éppen Őrvidékkel, Muravidékkel. Éppen ezért aztán mi magunk is jártuk ezeket a vidékeket. A találkozó végén a megjelentek figyelmébe ajánlották a Hazajáró szemmel című képeskötet harmadik részét, amely a Kárpát-medence 33 tájegységére kalauzolja el az olvasót. Rendhagyó történelemórára hívták a középiskolásokat. A kommunizmus áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából a Mártirok úti kiállító helyre. 77 évvel ezelőtt, február 25-én tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, aki 9 évet töltött szovjet börtönökben és munkatáborokban. Ez az zalaegerszegi épület 1950 és 56 között az Államvédelmi Hatóság székhelye volt. A pincében kialakított fogdában tartották bezárva mindazokat, akiket az akkori rendszer ellenségének gondoltak. 2017-ben emlékhelyet hoztak létre. A Göcsei Múzeum munkatársai most interaktív tárlatvezetéssel mutatták be a diákoknak, hogyan működött az Államvédelmi Hatóság. Milyen módszerekkel és eszközökkel dolgoztak, illetve mit jelentett a besuggó rendszer. Három konkrét történetet mesélünk el. Borsos Károly, Hegedűs Ferenc és Hári Margit történetét. Részletesebben Hári Margitét szoktuk elmesélni, hiszen ő egy 18 éves fiatal lány volt, aki korban a legközelebb áll ezekhez a gyerekekhez, és az ő története alapján talán könnyebben el tudják képzelni, hogy milyen lehetett egy fiatal lánynak átélni ezeket a testi fenyítéseket, ezeket a vallatásokat távol a családjától. A fiatalok csendben hallgatták végig a korabeli vallatószobában lejátszott hangfelvételt. Ennek alapján közvetlen közelről szerezhettek ismereteket az 50-es években elkövetett rémtettekről. Sokkal jobban visszaadta azt, amit a könyvekben láttunk, ott ugye csak képeken. Itt meg azért nagyon jól bemutatták, hogy hogyan is zajlottak ezek a kihallgatások, meg hogyan működött a szervezet, és hát nagyon demoralizáló volt, már nem gondoltam volna, hogy itt a városban, ahol napi szinten járok, ilyen dolgok történtek. Felkavaró élményeim voltak, mivel nem gondoltam volna, hogy ugye napi szinten erre járva ilyesmi dolgok történhettek ezen a helyen, és összevetve a mai világgal teljesen elszomorító, hogy régebben ilyen dolgok megengedhetőek voltak. A kommunizmus áldozatainak emlékhelye február 25-én, vasárnap 10 órától 16 óráig ingyenesen látogatható. Híradónk előtt nem sokkal kezdődött a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett városi rendezvény. A terror alatt 700 ezer magyar ember deportáltak kényszermunkatáborokba, akik közül sokan a fogságban vesztették életüket. Százezreket zártak börtönökbe, hozzátartozójuknak pedig fájdalmuk mellett meghurcoltatást és kirekesztést kellett elszenvedniük. Az országgyűlés 2000-ben fogadta el a határozatot, miszerint február 25-én ezekre a mártírokra emlékezünk. A koronaszalomban tartott eseményről részletesen hétfői adásunkban számolunk be. Középiskolásoknak tartottak ismeretterjesztő előadásokat az Zala vármegyei Szent Rafael kórházban. A tanulókat egyebek mellett a hasmenésről és a nemi betegségekről tájékoztatták. Cél, hogy a fiatalok számára is érthetően segítsék a megelőzést és az egészségnevelést. Nyilván, ha valaki hányik vagy hasmenése van, akkor azért érdemes odafigyelni a higiéniára. Ugye ez nagyon fontos, biztos hallottátok is, mert ez mehet mindenhol a tévében körülbelül 3 évig, hogy kézmosás. Albert Baróti Bíborka a fertőző betegségek elkerülésének lehetőségeit részletezte a deákos hallgatóságnak. Szó volt emellett a cukorbetegségről és a védőoltások jelentőségéről is. Gasztony Beát a főigazgató köszöntőjében a hiteles információ szerepére irányította a figyelmet. Az internet sajnos nagyon sok olyan információval önti el a gyermekeket, hogy aminek nem biztos, hogy van valóság alapjuk, és a rutintalanságuk, a hiszékenységük révén nem biztos, hogy ki tudják mozsolázni azokat az információkat, ami tényleg tudományos dolgokon alapulnak. Ezért próbáltunk olyan témákat keresni, ami őket érdekelheti, és szeretnénk egy ilyen kötetlen, interaktív előadás formájában a hiteles információt megosztani ezekről.
A kezdeményezést Hódosi Virág Andor bőrgyógyász szakorvos ötlete nyomán hívták életre. Az orvos a Semmelweis Egyetem bőrgyógyászati klinikáján már részese volt egy ehhez hasonló programnak. Budapesten pár fiatal orvos kollégámmal kitaláltuk, hogy jó lenne egy fiataloknak szóló, fiatal orvosoktól jövő előadássorozatot szervezni. Leginkább fiatalokat érintő témákról. Nagyon nagy sikerrel futott, havonta egy vagy két alkalommal több száz diák előtt tartottunk előadásokat. Én 2 évvel ezelőtt költöztem Zalaegerszegre, és itt az igazgatónővel is felmerült ez az ötlet, hogy talán Zala megyében, hogy Zalaegerszegen is meg lehetne honosítani ezt az előadás sorozatot. Megnézzük, hogy az első előadásnak milyen sikere lesz, hogy élvezik a diákok, az orvos kollégáknak, hogy tetszik a program. Az elképzelés sikerét bizonyítja, hogy a terem zsúfolásig megtelt. Ezért a kórház vezetése úgy döntött, hogy az egészségtudatos életmód népszerűsítését szem előtt tartva a programot más iskolák számára is meghirdeti. Irodalmi beszélgetéssel egybekötött közönségtalálkozót tartott Csulya Imre a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. A színész közismert verseket szavalt, majd Szakál Eszterrel beszélgetett életének fontosabb eseményeiről. A találkozó a Csulya Imréről készült kötet dedikálásával zárult. Most, gyár, kegyes szület, hadd beszélek most a veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa. Kedvet ne kapj a tyúk húsra. A Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész kisgyermekkora óta szaval. Mint mondta, már 4-5 évesen verseket tanult nagymamájától, amiket aztán a szomszédoknak adott elő. Imi mondja egy verset című estjének címét is ez az időszak ihlette. Akkoriban összegyűltek az emberek ilyen 30-an, 40-en is néha egy nagyobb szobába, ilyen kis parasztházakban laktak, laktunk mi is. És akkor, mikor kifogytak a pletykából, meg a kukoricamorzsolásból, akkor mindig azt mondták, hogy Imi, mondj egy verset. És akkor ott ők voltak nekem az első közönség. Először szembesültem azzal, hogy egyáltalán kíváncsiak rám az emberek egy kisgyerekre. Mi az, hogy szipogás? Mi az, hogy sóhaj? Mi az, hogy kuncogás adott esetben? Aztán később megtudtam az iskolában, hogy ez volt a katarzis. Az eseményen önálló estjének legnépszerűbb verseit szavalta el. Az anyám tyúkját, a családi kört, a szózatot, valamint Kosztolányi boldog-szomorú dalát. A líra fontos szerepet játszik életében. Csiszolja az érzékenységet. Az előadóban is, a nézőkben is. Mert nagyon sokan mondják nekem előadások után, hogy ők olvasnak verset, meg ezt is olvasták, azt is olvasták, de ahogy én belőlem, bennem megszólal ez, tehát egy előadó, akár egy színészbe egyáltalán, hogyha megszólal egy vers, akkor annak egészen más a hatása. Tehát kapnak valami pluszt. A műsor után Szakál Eszter könyvtárossal beszélgetett irodalomról, filmekről, színházról, illetve eddigi életútjáról. Tóth Renáta, a biblioteka igazgatója szerint a közismert színész több korosztályhoz is közelebb hozza az irodalmat. Fiatal generációt is meg lehet szólítani, hiszen a versek is olyanok, mint a regények, mint a történetek. Hogyha valaki megtalálja ezzel a kapcsolódást, azt a verset, ami neki szól, az ő élethelyzetéhez tud egyfajta akár támpontot, segítséget adni, akkor a verseknek is van egy olyan erős kapcsolódási és segítő szerepe, ahogy a regényekben is. Az eseményen résztvevők megvásárolhatták Csáki Judit Imi ne csinál című portrékötetét, melyben Csulya Imre életén keresztül a színház és a film világába is elkalauzolja az olvasót. Vereséggel kezdte férfi kosárlabda válogatottunk az EB selejtezőt. A mérkőzésen azzal a Kerámia ZTE KK csapatkapitánya Tóth Ádám kezdőként lépett pályára. A mieink az első félidőben nem hagyták kibontakozni a hazaiakat, majd a nagy szünet után is sikerült tartani az előnyt. A harmadik játékrész végén azonban feljöttek az izlandiak, és a zárónegyedben 61-54-re fordítottak, végül 70-65-re nyerték az összecsapást. Tóth Ádám a találkozón több mint 13 percet a pályán töltve 3 pontot és 3 lepattanót szerzett. Válogatottunk vasárnap Szombathelyen az olasz válogatottal mérkőzik legközelebb. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Fejlesztés. Felújítják a Petőfi köz parkolóhelyeit.
hazajáró, közönségtalálkozót tartottak. Emléknap, rendhagyó történelemóra a múzeumban. Ez volt az a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. február 23-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!